Köszöntöm kedves nézőinket, Sipszótán című sportmagazinunkkal. Újabb pontokkal gazdagodott a KKC női együttese a hétvégén. Kolics tanítványai ezúttal 31-19-re győzték le hazai pályán a Tiszakécske csapatát. Ismét nagyarányú győzelmet aratott a KKC női együttese, ezúttal hazai pályán a Tiszakécske ellen. Gondoltuk, hogy nem lesz könnyű feladatunk. Főleg azért, mert sajnos most olyan helyzetek vannak nálunk, hogy a csapat nem tud együtt edzeni, és hetente egy edzésünk van, amikor 5-6 ember tud együtt játszani, és szerintem úgy nem lehet csapatot építeni és játszani, hogy a játékos állománnyal csak hétvégén találkozok meccseken. Sajnos ilyen lehetőségeink vannak. Gyerekek tanulnak, szoktatom befelé az ifiseket, a felnőtt csapathoz, a felnőttben sok a sérülésünk, és az ifistáink, sajnos a mi kis vidéki város vagyunk, és a nagyvárosokban tanulnak. Így nagyon nehéz csapatot építeni. Az első félidőben azonban lépést tudtak tartani a félidő közepéig a kalocsai csapattal. Igen, utána elfáradt a csapat, ugye, amint mondtam, hogy ugye sérült játékosaink játszottak, őket is pihentetni kellett, és a ifista játékosaink ugye azért csak 14-15 éves játékosok. Nehéz felvenni ilyen fizikális és ilyen antropológiai adottságokkal rendelkező ellenféllel a versenyt. Viszont a fiatalok a második félidőben elég jól mozogtak, csak látszik, hogy az edzési hiány meg technikai hibákat valószínű emiatt követtek el ennyit. Így van, nagyon nehéz, tehát hozzám az ifisták azért úgy kerülnek ide, hogy elég hiányos az alap képzettségük, úgyhogy nem csak a taktikai és technikai részekkel és az állóképességekkel részekkel kell foglalkoznom, hanem sajnos az ifistákkal meg kell tanítanom edzéseken azokat az elemeket, amiket már serdülős ifista szinten teljesen el kellett volna nekik sajátosítani. Így nagyon ugye nehéz dolgunk van, mert edzésen nem tudunk azonos képességű feladatokat csinálni, hiszen fel kell őket zárkóztatnom az egyéni képzésekkel, és ez nagyon nehéz így. Most viszont egy hazai mérkőzésük következik, mit vár azon? Igen, fogalmam sincs, hogy mi lesz. Nagyon remélem, hogy győzni fogunk. A 31-19-es gólkülönbség kapcsán Kolics János a mérkőzés végén elmondta, az eredmény számára egy pillanatig nem volt kérdéses, ezúttal a technikai megoldásokra fektették a hangsúlyt. A mérkőzés előtt elmondtam a lányoknak, hogy az eredmény különösebben nem számít. Próbáljuk azokat az elemeket gyakorolni, amiket edzésen. Most jön a bajnokság neheze, azokkal a riválisokkal játszunk, akikkel majd meg kell küzdeni a négybe kerülésért. Meg voltam elégedve a páros kapcsolattal, az egyéni betöréses játékokkal. Nyilvánvaló, hogy ezek a technikai hibák azért elkerülhetőek lennének. Ehhez kell majd többet még együtt játszanunk. Látszik, hogy ez a csapat még nincs összeforva. Én nagy hangsúlyt vetettnék arra, hogy csapatjáték legyen, kollektív játék legyen. Bebizonyosodott most is, hogy ha egymásnak készítünk elő, és az erőinket összpontosítjuk, összerakjuk, akkor annak az eredője a biztos gól. A lányok az újabb 2 ponttal vezetik a tabellát. A folytatásban idegenben játszanak majd a Kunszent Miklós gárdájával. Ez a Miklós a vártnál gyengébben kezdte a bajnokságot. Ők is a négybe kerülést tervezték. Nagy vízválasztó lesz. Nagyon nehéz lesz, 4 pontos mérkőzés lesz, de bízom a lányokba. A fiúk pedig a Mecsek Nádasdi 30-25-ös vereség után itthon szépíthetnek majd november 10-én. Jövő szombaton ugyanis a Hőgyész ellen lépnek pályára a Városi Sportcsarnokban. Női röplabda MB2-es bajnoki mérkőzést játszottak a KSS sportolói hazai pályán a hétvégén. Szigeti Anna és csapata ezúttal a Palota RSC együttesét fogadta a Városi Sportcsarnokban. Márciusban viszonylag korán véget ért a szezon röplabdásaink számára, akik az előkelő 4. helyen zárták a bajnokságot. A gyors zárás után így viszonylag hosszú ideje volt a szakosztály sportolóinak a pihenésre és a felkészülésre. Azonban, mint megtudtuk a versenyzésről, a nyári hónapokban sem mondtak le teljesen. Rendkívüli módon idén már március végén befejeződött a bajnokság, úgyhogy nagyon korán, ugye nagyon hosszú nyári szünetünk volt. Hát ezt sok pihenéssel ki is használtuk, és csak augusztus elején kezdtük el a felkészülést.
Ugye alapozó edzések voltak, heti háromszor Kása pályán volt futóedzés, illetve erősítés, aztán utána szeptembertől mentünk be a csarnokba labdás edzésekre. De ezt megelőzte még, augusztusban voltunk egy nemzetközi röplabdatornán Debrecenbe. Hát erre már július végétől elkezdtünk azzal a csapattal csak kifejezetten felkészülni az ifistákkal, akikkel ott voltunk. Ugye bajaiakkal közösen alkotunk egy csapatot. 16-18 éves lányok voltak. Hát itt ugye sok országból jöttek csapatok, nagyon messziről, más földrészekről is, úgyhogy ez igazából nem feltétlenül az eredmény volt itt a cél, hanem hogy megmutassuk magunkat, aztán kicsit tapasztalatot is szereztek a lányok ilyen téren. Középmezőnybe sikerült végezni. Ha nem is elhelyezés ugye a lényeg, hanem tényleg egy sok élményen gazdagodtak a lányok, aztán láttunk ilyen nemzetközi tornát is. Sikerült-e a csapatot úgy felkészíteni erre a szezonra, hiszen ugye tavasszal, amikor beszélgettünk, akkor még nem lehetett tudni, hogy hogyan kezdődik a bajnokság, hogyan és mint lesz. Zökkenőmentesen kezdődött-e a szezon? Nem zökkenőmentesnek nem mondanám, mert az a csapat, akivel nyáron készültünk erre a nemzetközi tornába, abból nem mindenki vállalta a felnőttbe való szereplést, mert most nem indítottunk ifi csapatot, tehát a bajnokságban ifit nem indítottunk, hanem csak felnőttet, és ugye a felnőtt csapatunknak is a 3/4 rész az ifistákból áll, tehát nem vállalták azt, hogy mind a két egyik nap az ifi meccsre mennek, másik nap a felnőttre, úgyhogy inkább megbeszéltük közösen, és akkor csak felnőttbe indulunk ebbe az évbe, úgyhogy hát egy-két kieső volt, akik ugye tovább tanultak, aztán mondták, hogy nem vállalják a minden hétvégi mérkőzést, de azzal a kerettel, akivel már évek óta tudok számolni, velük szerintem sikeres volt a felkészülés, illetve az a pár ifista, aki még sose játszott felnőttben, most már ők is egyre többet bizonyítanak, úgyhogy jó lesz szerintem ez a csapat így. És akkor beszéljünk egy kicsit a most hétvégéről, ugyanis hazai pályán játszottatok. Hogyan sikerült, ki érkezett ide Kalocsára, és mennyire vagy elégedett a csapat teljesítményével? Most vasárnap játszottunk a Palota pesti csapat ellen. Ők egy U21-es, MB1-es utánpótlás csapat, tehát azért tudtuk, hogy nem lesz olyan egyszerű dolgunk. 3-1-re végre sikerült nyerni. De azért mondom, hogy végre, mert ez az ötödik meccsünk volt már a szezonban, és az első négyes sajnos sikertelen volt, tehát minden négyszer kikaptunk. Ez egyszer volt itthon, háromszor meg utaztunk idegenbe, és ez az ötödik meccs, ez pedig hazai pályán volt, és hát most érzem azt, hogy tényleg kezdünk most már összeszokni, a heti három edzésnek megvan a hozadéka. Hát az első négy meccs az azért is volt kicsit szerencsétlen, mert sok betegség volt, tehát alapból is kevesen vagyunk, ezt mindig tetőzte az, hogy egy-ketten lebetegedtek meccs előtt, vagy másokból nem tudták vállalni, úgyhogy van egy-két bajai játékosunk is, aki nem mindig tudja ugye elvállalni, hogy eljön velünk messzebb távolabbi városokba, úgyhogy mindig az adott kerettel kell jól teljesíteni, ezt most végre összejött tegnap, úgyhogy most végre boldogok lehetünk. A kezdeti nehézségek miatt tehát nem biztos, hogy sikerült túl teljesíteni a tavalyi szezonban megszerzett negyedik helyezést, bár Szigeti Anna szerint a vasárnapi meccs bizakodásra adhat okot. Ugye tavaly negyedikek lettünk, most az lenne a cél, hogy akkor följebb lépjünk, tehát a dobogó meglegyen, de most ugye elég rosszul indult ez a szezon, úgyhogy most nyilván jó lenne a dobogós hely, de egyelőre azt látom, hogy a negyedik hely az maradjon meg, tehát az a reális, hogyha följebb tudunk lépni, az nagyon jó, de ahhoz tényleg az kell, hogy mindenki maximálisan oda tegye magát, mert azért hozzáállásban is voltak problémák, sokszor ugye most van egy pár olyan lány, aki érettségizni fog tanulás miatt is, ugye nem biztos, hogy 100%-ba tudnak majd mindig edzéseken is, meccseken is részt venni, de mindig egy ilyen siker arra motivál mindenkit, hogy van értelme, úgyhogy remélem, hogy most egy jó sorozat jön. A lányok egyébként egy 12 tagú mezőnyben mérettetik meg magukat az MB2-es bajnokság középcsoportjában, melynek tabelláján jelenleg a 10. helyen állomásoznak, annak ellenére, hogy az első fordulóikban a listavezetőkkel sikerült összekerülniük. Hazai pályán legközelebb november 11-én játszanak majd a Gödöllő ellen.
Október 24-én vehette át a birkózó sportban nyújtott kiemelkedő teljesítményért járó életmű díjat Hamzók József. A megtisztelő cím kapcsán a birkózót sportpályafutásának legszebb pillanatairól és terveiről kérdeztük stúdiónkban. Matosé, Maxi, winner, József Hamzók Ungari. A hosszú, több évtizedes sportolói pályafutás alatt jó néhányszor emelték Hamzók József kezét győztesként a magasba, hiszen több tucatnyi bajnoki érmet és kupát szerzett a különböző hazai és nemzetközi versenyeken. Így aztán mondhatni nem véletlen, hogy a birkózó sportban nyújtott rendkívüli teljesítményéért megkapta a sportág életmű díját a budapesti birkózó világbajnokságon október 24-én. A Magyar Birkózó Szövetségtől kaptuk ezt a kitüntetést, egy életműdíjat kaptunk ezért. Mindenki a súlycsoportjában és korosztályhoz képest kapta ezt a díjazást, és a természetesen az eredmények után Európa bajnokok, világbajnokok kapták ezt a külön díjat. Ebben részesítettek minket, és hát nekünk az igazság, hogy ez egy hatalmas élmény, pont a világbajnoki ceremónia időszak alatt kaptuk meg ezt a kitüntetést. Számítottál erre? Igen, úgy számítottam erre, hogy járunk át Slovákiába edzésre, és a Lakatos Attila barátom, aki szintén hozzájárult ez a segítséghez, hogy megkapjam ezt az életműdíjat, ő már elmondta, hogy fogok kapni egy díjat. És mit jelent neked ez a díj, hiszen általában, amikor az ember egy díjat kap, mindig összegzi, hogy mi minden történt vele az elmúlt években, és mi az, ami miatt ezt ő megkaphatja, mit jelent neked ez a díj, mi az, ami eszedbe jut róla, hogyha ránézel? Hát nekem az jut eszembe, amikor megnyertem a világbajnoki címet, junior világbajnokságot, és minden vágyam ez volt, hogy a dobogó legfelső fokán állhassak a világ tetején. Ezt csak azt tudja átélni, aki ebben benne van, és sok minden szenvedés kint, amit az ember szenvedett, az olyankor mindent elfelejt, és ez egy hatalmas élmény az ember számára egy ilyen sportoló életében. Mit jelent a te életedben a birkózás? Mindent. Legutóbb Hamzók Józsefről annak kapcsán adtunk tájékoztatást, hogy másik településen folytatja majd edzői munkásságát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszakítja kapcsolatát egyesületével, a KSE-vel. Nem váltottam még klubot. Tehát maradtam a hazai és a nevelőegyesületemnél, Kalocsán. Sokan mondták, hogy igenis eligazoltam innen, hát nem igazoltam egyelőre még innen. Próbálom a fiatalokat összeszedni, próbálom minél több versenyzőt ide gyűjteni birkozásba, hogy éljen és virjon még a birkozás. Hát többé-kevésbé sikerül, nagyon nehéz, mert ugye már a labdajáték rengeteg gyermeket elvisz, és nem tudjuk őket megtartani itt, ebbe a terembe. Ez egy egyéni sportág, ahol nagyon keményen kell dolgozni azért, hogy ilyen sikereket érhessünk el, mint amit én elértem. És te hogyan találkoztál annak idején először a birkózáson, mi indított el téged ezen az úton? Én egy, mondom már egy árva gyerekként nevelkedtem itt a főnevelőintézetben, és nevelőedzőm és nevelő apám volt Katus György. Nagyon sokat köszönhetek neki, ő vitt bele ebbe a birkózó sportba. Hát nem gondoltam volna, hogy én egy birkózó leszek, nagyon szerettem futballozni, kézilabdázni, nagyon szerettem atlétikára járni, de végül is a birkózásban maradtam meg is, hála Istennek, többé-kevésbé sok sikert értem el benne, és adott egy olyan nevelést nekem ez a sportág, hogy azt hiszem nem minden sportágban kapjuk meg ezt a nevelést, ezt a fegyelmet, ezt a odaadó munkát. Hát itt a birkózásban ezt megtaláltam, és hála Istennek ez úgy is jött ki, hogy maradtam benne, edzőként is tevékenykedek, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. És hogyan épült fel ez a pálya, mikor kezdtél, hány évesen kezdtél foglalkozni a birkózással, és utána milyen állomásai voltak ennek? Hát én elég későn kezdtem el, mondhatnám abba a sportágba a pályafutásomat. Én 15 éves voltam, amikor elkezdtem birkózni. 84-ben kezdtem el birkózni Kalocsán, 84 éve elején kezdtem el, és már 84 év végén már magyarban neki harmadik helyzet lettem. Nekem nagyon jó lehetőségem volt itt Kalocsán, mivel rengeteg birkozótársam volt, akivel tudtam készülni a versenyekre. Meg hát az időszak azért más volt, mint most. Sokkal több versenyző volt,
sokkal nehezebb volt sikereket elérni, és itt azért az ember megedződött ebbe a sportába, hogy ennyien voltunk. Most már azt mondhatom, hogy sokkal kevesebben vagyunk, sokkal, és sajnos ez csak még kevesebb lesz, mivel ez a sportág, ez egy ősi sportág, és egyre nehezebben ismerik el, mint televízióilag, mint sikerként ezt a sportágat, mivel nagyon sok olyan küzdő sportág van, ami most már föltörekül, és az olimpia sportágba is bekerülök. Ugye amellett, hogy itt ifjúkorodban is versenyeztél, itt a későbbi években is voltak még versenyek, van esetleg még cél, szeretnél még valahol indulni? Hát szeretnék még indulni a magyar bajnokságon, a veterán magyar bajnokságon. Azt most, hogy úgy lesz, milyen lesz a főkészülésem, az a jövő titka lesz egyelőre, mert nem tudom, hogy fog tudni főkészülni a versenyre. Hát bízom benne, hogy egy világbajnokságon még el tudok indulni, egy veterán világbajnokságon, ahol bízom abban is, hogy kisebb súly lesz, mert ugyebár elég magasra tették a súlycsoport mércét, és az nekem nem kedves sajnos, de bízom benne, hogy lesznek változások itt a világbajnokság után, és kisebb lesz a súlycsoport, és hogyha kisebb leszek, akkor természetesen mindenféleképpen el szeretnék indulni a veterán világbajnokságon, és egy érmet hozni. Ugye itt említetted, hogy egy nagyon ősi sportról van szó, hogyha ajánlani kellene a mai fiataloknak, akkor mi az, ami miatt azt mondanád, hogy igen, érdemes ezt kipróbálni és végigcsinálni ezt a kemény utat? Hát igen, ez a sport, ez a birkózó sport, ez nagyon sok alapot tud adni bármilyen sportágnak. Én a fiataloknak javasolnám, mert hogyha esetleg később futballt akar folytatni, ez a sport egy hatalmas alapot tud neki biztosítani ahhoz, hogy meg tulajdonképpen minden sportágban, hogy megállja a helyét. Ugye itt hoztál magaddal jó néhány kupát, érmet is, a mostanit leszámítva, mert hiszen nyilván ez a legújabb, és ugye hát egy életművet elismerő díj, mi az, amire a legbüszkébb vagy, amit a legkeményebb, legnehezebb munkával sikerült elérni és megszerezni? Ez természetesen a Julian világbajnoki címem, amit nagyon nehezen tudtam. Úgymond már nem könnyen nyertem meg, de nagyon voltak más problémák a súlyommal, mivel 12,5 kilót kellett fogynom abból a kis súlyból, vagy a legkisebb súlycsoportra, és az nagyon szenvedés volt az ember részére, vagy nekem is legalábbis, meg mindegyik sportoló részére, akik ebben a birkózásban vannak, nekünk a legnagyobb ellenfelünk a súly. És azt sajnos mindig kell hozni, és hogy minél kisebb súlyba kell birkózni nekem, ahhoz, hogy én eleményes legyek, és világverseny is meg tudjam állni a helyemet. Hát ez sikerült, hála Istennek. Az érmekupák mellett mi az, amit még ennek a sportnak köszönhetsz? Jutottál-e olyan helyekre, kötődtek-e olyan barátságok, amik a mai napig elevenen élnek az emlékeidben? Igen, igen. Ez a sport, ebben a sportban rengeteg helyen megfordultam. Bejártam egész Európát, többek között kijutottam a tengeren túlra is, Kubába is eljutottam. Ott az IBV-n voltam harmadik az ifjúság barátságvilágfesztiválon. Az is egy hatalmas élmény, és én csak javasolni tudom a fiataloknak, hogy győzzék ezt a sportot, mert ebből a sportból rengeteg helyre el tud jutni, az összes világ kontinensére el tud menni, hogyha esetleg válogatott tud lenni. Márpedig nem. Van rá esély mindenkinek, hogyha esetleg választás a sportágat, mert azt hiszem, hogy ebből tulajdonképpen mindenhova el tud jutni. Minden sportágban el lehet jutni, de viszont olyan szintre kell jutni ahhoz, hogy válogatott legyen, és hogy tudjon utazni a válogatott csapattal. Igen, tehát ilyen kis városból is, mint Kalocsa, ugye el lehet jutni, hiszen ugye nagyon sok most is kiváló eredményeket elérő birkozója van a városnak. Ugye most egy kicsit máshol kezdtél el edzeni, milyen ott az új környezetben a munka, hogyan érzed magad, igazából hova kerültél, és most hogy érzed magad? Hát hívtak ide a közös helységünkre, vagyis a legközelebbi helyre, ahol birkózás van, Vadkertre, hogy tevékenykedjek, mint edzőként. Egyelőre még nem mondtam igent rá, de nagyobb hajlok arra felé, hogy igenis el fogok menni, mivel hogy itt a birkózás sajnos, ezt kell mondjam, hogy haldoklik. Nincs annyi gyermek, aki itt kitölteni a termünket, pedig van egy nagyon szép termünk, és nagyon ritka ez, hogy van egy ekkora terem, ahol nem kell felszedni a szőnyeget, hanem folyamatosan le van a szőnyeg, tehát minden adott a sportágnak a fejlesztésére is igenis csinálják a gyerekek. Sajnos itt ez sajnos nem jön össze nekünk. Nagyon nehéz a gyerekeket bent tartani, nagyon kevés gyerek hajlik arra, hogy ezt a sportágot csinálja, sajnos. De azért bizakodó vagyok még mindig, mert nem adom fel egyelőre, megpróbálom szervezni a dolgokat, és ha nem sikerül, akkor a következő évben több mint valószínű, hogy el fogok menni.
matkát edzőnek. És ott az új helyen kik várnak téged, milyen korosztályban, ott hogyan működik maga ez a rendszer, az edzése? Azt mondhatom, hogy ott nagyon komolyan csinálják, mint a vezetőség, nagyon komolyan veszi a sportágot. Nagyon-nagyon komoly mindenkinek a munkája, mindenkinek megvan a maga tevékenysége, amit csinál. A szakosztályelnöktől kezdve, a pénzügyőstől kezdve mindenkinek megvan a maga munkája, és szépen csinálják. Lakatos Attila, aki tulajdonképpen apuka is egybe, és egy birkozó is volt abban az időszakban, és ő nagyon-nagyon szervezetten csinálja ezt a sportot Sóvadkerten. És azt mondhatom, hogy a serdülőtől egész az ifi korosztályig van nekik, tehát diák egytől egész a serdülőkorosztályig, az ifi korosztályig van nekik versenyzőjük, és rengeteg eljönnek edzésre. Tehát megtöltik azt a kis csarnokot, ahol átszattunk járni edzésre, sokkal kisebb, mint a mi termünk, sokkal, de viszont rengeteg gyerek van. És ez a legfontosabb. És meddig szeretnéd még folytatni egyrészt az edzősködés, másrészt itt akár a veterán kategóriákban a versenyzést? A veterán kategóriában jövőre tervezem még az utolsó föllépésemet a magyar bajnokságon, és természetesen, hogyha jól föl tudok készülni, akkor a veterán világbajnokságon is. És az edzői pályafutásomat természetesen tovább szeretném folytatni. Szeretném a sportágat ebben segíteni, és az én legjobb tudásom szerint fölkészíteni a gyerekeket a következő versenyekre. A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk Hamzók Józsefnek, a további versenyekhez és az edzői munkához kitartást, sok sikert és jó egészséget kívánunk neki. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, további szép estét, viszontlátásra!